Tulajdonképpen ez egy olyan szombat lesz, amikor egy, mindig ezt mondom, kénytelen vagyok önmagamat ismételni, nagyon fontos heti szakaszt olvasunk, hiszen ez a Schlach vagy Schlach Lecha heti szakasz, ez egy olyan történetet hordoz magában, és az van talán a középpontjában, amelyik úgy van a zsidó köztudatban, hogy a kémek bűne. Miről is van szó? Mielőtt elfoglalnák az országot, Mózes kiküld 12 kémet, hogy nézzék meg, hogy tulajdonképpen mi is a helyzet az országban, mire kell számítaniuk, akkor, amikor átlépik majd az országot. A kémek ott vannak 40 napig, és amikor visszatérnek, akkor a 12-ből 10 egy negatív hangvételű jelentést adnak az országról, és ennek az lesz a következménye, hogy a pusztai nemzedéknek a tagjai, azok nem léphetnek be az ígéretnek a földjére, hanem 40 éves vándorlásra ítéltetnek. Ám bár két kém, mivel tér vissza? Kivételt képez, mert hál' Istennek kivétel mindig van, Józsué és Kaleb, akik eltérően a többiektől erősebben bíznak Isten akaratába, illetve sürgetőbbnek érzik azt, hogy belépjenek az országba, és ők pozitív jelentést tesznek. És ennek jutalmaként ők a későbbiekben be is jutnak. Ez, ami a mai ábrázolásban tulajdonképpen a kémek hatalmas szőlőfürtökkel térnek vissza, ezzel is ábrázolni az, hogy tejjel, mézzel folyó Kánaán található ott? Tulajdonképpen nem is ezt akarták ábrázolni, hanem azt, hogy annak ellenére, hogy a kémek ilyen szőlőfürtökkel tértek vissza, annak ellenére is negatív jelentést adtak az országról, pedig beszéltek természetesen az összes pozitívumáról az országnak, de egyes kommentátorok szerint csak azért, hogy ezzel is kiemeljék a meghódításnak, az elfoglalásnak a lehetetlen voltát. Ugyanakkor meg kell azt is jegyezni, hogy bár nem ezek a kommentárok vannak többségben, de ilyen hang is van a kommentárok között, amelyik azt mondja, hogy a kémeket nem negatív szándék vezette, hanem úgy gondolták, hogy még a zsidó nép nem elég érett arra, hogy bejusson az országba, hanem szükségük van még Mózesre. Márpedig azt ők tudták, hogy Mózes nem léphet be soha, neki az országon kívül kell meghalnia, és emiatt úgy vélték, hogy ameddig az országon kívül Mózes tudja Tórára tanítani a zsidó nép tagjait, addig ezt Mózes tegye meg, és hogy még nincs itt az ideje annak, hogy Mózest és a Mózes általi tanítást elveszítsék a zsidó népnek a tagjai. Úgy vélték, hogy csak akkor lesz Izrael népe eléggé érett Izraelre, hogyha megfelelően masszív tóratudással bír, és hát nyilván ez nem csak az elmélet, hanem a gyakorlat tekintetében is a mindennapjaikat és az ünnepeiket is egyaránt jellemzi. Ha nagy rabbik beszédeit ma elemeznénk, akkor azt látnánk, hogy a rabbik nem kevésszer aktualizálják a heti szakaszukat. Ha ezt a heti szakaszt most aktualizálná a rabbi úr a mai társadalomra, a mai templomjárókra, a ma templomba nem járókra, akkor mit hallanánk öntől? Természetesen az aktualizálás az nagyon fontos, mert mi azt mondjuk, hogy áldott az örökkévaló, aki adja a Tórát. Ahhoz, hogy ez valóban jelen időben történhessen, mindenkori jelen időben, ahhoz a Tórának a szavait aktualizálnunk kell, meg kell próbálnunk úgy átgondolni, hogy számunkra legyen releváns, és ne csak a múltról szóljon, annak egy vagy több elemét felidézve. Ezzel a heti szakasszal kapcsolatban én nagyjából azt mondanám, amit Rabbi Josef Szolovejcsik mondott a kémekről. Ő azt mondta, hogy a kémeknek tulajdonképpen egyetlen bűne volt, hogy ők kémek voltak. Azaz ahelyett, hogy egy adott pillanatban úgy érezték volna, hogy itt van az cselekvésnek az ideje, ahelyett folyamatosan, mint egy kívülről figyelték a saját életüket és a saját lehetőségeiket. És az a helyzet, hogy akkor, amikor az étrácon, az akarat idejét, a cselekvésnek az idejét egy közösség vagy egy egyén elmulasztja, akkor ezt nagyon nehéz ezt a pillanatot visszahozni. És pontosan ezért
egy nagyon fontos előírás, bár ez így a törvénykönyvünkben nem szerepel, hogy próbáljunk mindig kortárs módon gondolkozni, és kortárs módon jelen lenni a saját életünkben, hogy akkor, amikor valóban cselekedni kell, akkor mondjuk ne bizottságokat hozzunk létre, meg ne további beszélgetéseket bonyolítsunk, hanem ennél egy kicsit előrevívőbb módon az adott pillanatban tudjunk cselekedni. Ne legyünk a saját életünknek a megfigyelői, hanem inkább legyünk a résztvevői. Ami nem a gondolkodásnak a kizárását, hanem a szöszmötölésnek a lezárását jelenti. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Darvas István rabbit hallották, látták, aki arra buzdított minket, hogy saját zsidóságunknak a kortársai legyünk, és ne szöszmötöljünk. Köszönünk, hogy minket választottak, legyen nagyon kellemes szombatjuk, jó szombatot, Shabbat Shalom, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Köszönjük, hogy rendelkezésünk rá, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Kedves nézőink, Oberlander Baruch a vendégem, Vasvári Pál utcai zsinagóga rabbi, a budapesti ortodox rabbinátus vezetője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Évről évre ilyenkor van az, hogy el kell mondanunk magunknak is, az embereknek is, így a nézőknek is, hogy ilyenkor kezdődnek a különböző megemlékezések szerte az országban, a holokauszt megemlékezések, hiszen Magyarország német megszállása után 44 márciusában kezdődtek meg a deportálások. Van-e különbség a között, tehát hogy hogyan kell emlékeznünk mondjuk közel 80 évvel a holokauszt után, vagy másképpen kellett megemlékeznünk mondjuk 1950 környékén, mint most? Egy dolog biztos, hogy emlékezni kell. Igen. Ezek olyan fájdalmas dolgok, és olyan tragikus dolgok voltak, muszáj emlékezni ezekre. A zsidóságban az emlékezés az nem az, ez az egyperces csend. Erről már beszéltek azt hiszem egy párszor, de ez nem egy zsidó dolog. A zsidóságban emlékezésre teszünk valamit. Teszünk egy micvát, valasi parancsolatot, teszünk azért a elhunyt emlékére. Ez Izraelben minden évben van erről vita, amikor van ez az egyperces csend a katonak emlékére, hogy a meg Yom HaShoah akkor is van ugyanez. Igen, a katonak és a Yom HaShoah, és mindig ez egy kérdés. Az elfogadod, ugye a kádis mondás, a gyászoló kádis, egy misna tanulás, a talmudi misnákat, ezek dolgok, amiről emlékezni kell. 80 évvel később az egy dolog biztos, hogy az a holokauszt túlélők, az náluk ez a 80 év nem tett különbséget. Épp mesélt nekem egy barátom, volt nekem egy unokatestvérem, aki elveszítette a feleségét és gyerekét a holokauszban, egy gyerek életben maradt, újra házasodott, új családja lett, de minden évben a felesége már tudta, a második felesége tudta, hogy azon a héten, amikor volt a jarcad, meg volt a halálozási évfordulója, mert lehetett tudni, hogy a deportáltak, és egy-két nap rá meghaltak, azon a héten nem tudott aludni, nem volt magánál, minden évben, hiába új családja, és minden abban azon a héten nem volt magánál, ezért erre nem lehet mondani, hogy elévült már 80 év. Ugyanakkor tény az, hogy még egy nemzedék, láttam, hogy gyengül. Náluk ez egy ilyen történelem már. Unokák, unokák, de mindenképpen dédunokáknál mindenképpen olyan távolinak tűnik nekik ez a holokauszt, pláne abban az esetben, amikor nincs egy nagyszülő vagy dédszülő, aki él még, nekik ez ilyen távol, és ez nagyon sajnálatos, hogy ilyen távolnak érzik. Nem csak, hogy időben van távol, és mondjuk teszem azt, már a nagyszülő sem tud mesélni róla, hanem szerencsére ez alatt az időszak alatt újabb komoly trauma
nem érte őket. Tehát így még távolabb kerül ez a trauma. Tehát, hogy tulajdonképpen a traumával magával sem találkozott az ja, hát igen, nem, nem egyik üldözésből, halálos üldözésből ment át egy másikban. Pontosan. Az mindenképpen, és igen. Sok, aki nem nőtt fel ezzel, hogy éppen a második generációs vagy, a mind a két szülőm halakoszt túlélő, és úgy nőttem fel vele, hogy mindenki állandóan beszélt erről. Én nekem az az érzésem, mint hogy magam is átéltem ezt. Aki nem élt át, senki nem meséli neki, az távolinak tűnhet. Én emlékszem, hogy nagyon font, pár évvel ezelőtt egyszer csak észrevette, hogy a gyerekeim nem látták még ezt a öreg embert a tetovált számmal, és igyekeztem megmutatni nekik, hogy lássanak élőben, nem csak képből. Én gyerek voltam, ez teljesen mindennapi dolog volt. Szóval ez nagyon fontos emlékezni. Először, mert megérdemlik ezek a őseink, akik meghaltak a halakozban, de emlékezünk rájuk. És a másik dolog nagyon fontos a tanulság. Az örökre aha. szóló tanítások vannak itt. Egy nép, aki első helyen volt Európában, talán a világon fejlődött, egyetemek, filozófia, minden ilyen barbár szintre tudtak süllyedni rasszizmus miatt, azért nem voltak képesek elfogadni, hogy van egy másik ember, aki másképpen aki más. Szóval ez egy nagyon fontos tanítás. Az mennyire, nem tudom, nem jut jobb szó eszembe, bocsánat, mennyire jelentett problémát, hogy mondjuk a gyerekeink, unokáink már csak a történelemkönyvekből fogják ezt az egész történetet ismerni. És mennyire van felelőssége a bármelyik pedagógusnak, vagy bármelyik történelemkönyvnek, hogy úgy adja át ezt a történetet, hogy valóban megérintse az újabb és újabb generációkat. Mondom, nagyon, nagyon fontos, pláne mondom, tanulság, azt tovább kell vinni. Egy másik a Lubavitch Rebbe azt a tanulságot mindig mondta el erről, hogy nincs etika Isten nélkül. Nincs etika, nincs morál Isten nélkül, mert akkor hirtelen azt fogod mondani, hogy ugye nincs egy biztos pont, ami alapján lehet építeni, mert az emberek új, egy más gondolat jár a fejembe, és akkor azt mondja, jó, akkor azt kell csinálni, a világnak a jobb lesz, ha megölünk 6 millió igen, mert, zsidót. Mert egy mai tizenévesnek, ha azt mondjuk, hogy elpusztítottak 6 millió embert, maga a szám is olyan, hogy fölfoghatatlan, nem megérthető ez a 6 millió mondom, ember. Sok embernek 6 millió forint nem volt a kezében. Persze. 6 millió ember. És mondjuk ezért nehéz, ha egy zsidó családban lehet azt mondani, hogy a dédnagypapa, a te valamelyik felmerőd is sajnos érintett volt ebben, az jobban meg tud fogni egy mai gyereket. Egy nem zsidó családban ott meg fokkal nehezebb. Tehát az, hogy ők is megértsék azt, hogy miről is szólt ez az egész történet, ott talán azzal lehetne elmagyarázni a gyereknek, hogy édes gyerekem, a te valamikori nagyszüleid, dédnagyszüleid egy olyan közegben éltek, ahol együtt éltek zsidók, nem zsidók, egymás mellett. Ennél egy kicsit súlyosabb is lehet az eset, hogy némi felelősséggel vannak a nagyszülőknek. Most arról ne is beszélünk, ha tényleg aktívan részt vették, de legalább az, hogy a szomszéd családnak nem is próbáltak segíteni. Szóval ez bizonyos szempontból ez még nehézebb dolog, mint emlékezni, hogy mi ezt átéltünk, de az, hogy
a mi családunknak van némi felelősség itt a dologban, az súlyosabb. És ez egy örök kérdés, de Magyarországon nem figyeltem, hogy a többi kelet-európai országban ez hogy zajlott. Magyarországon 1945 után ugye az történt, hogy évről évre megtartották ezeket az úgynevezett mártíristen tiszteleteket az ország különböző pontjain. Mindig ahhoz az időponthoz igazítva, amikor az adott településről gettósították, vagy elvitték a zsidókat. Hogy egy évben ilyenkor lezajlik 10-12, nem tudom hány megemlékezés. Sok ez a megemlékezés. Kellene inkább egy nagyobbat tartani, vagy hogyan lehet jól fenntartani az emlékezetet? Mert ez egy nehéz kérdés. Mert azt gondolom, hogy én minden évben tartok 10-12 egy-egy településre szűkített megemlékezést. Egy idő után akár azt mondhatom, hogy olyan automatizmussá válik, és akkor elveszik belőle az a lélek, amire én fontosnak tartom az emlékezetet. Az igazság az, ezekkel a helyi megemlékezésekkel nekem nem teljesen értek egyet azzal a formával. Fontosnak tartom, mert a helyi emberek voltak, és a helyben kellene emlékezni rájuk, mert sajnos nincs sírjuk, sírkövet, semmi ilyesmi nincs. De ugyanakkor az a fajta sablon szöveg, ami elhangzik, hogy van olyan vallási vezető, aki három településre megy, és szóról-szóra ugyanazt a szöveget mondja el, hogy tudja ugyanazt a szöveget elmondani, mert egyik szöveg se szól azokról, akik itt éltek. Általános szöveg, volt gyűlölet, és volt rasszizmus, és ez nem szabad engedni, vagy ilyesmi. Ahelyett egy kicsit utána nézen, hogy mindig beszéljen egy valakiről, vagy beszél, milyen, hogy éltek itt, milyen emberek voltak. És ha így vannak, a természetesen minden településen más emberről kell beszélni. Itt beszélünk Józsi bácsiról, hogy nézett ki nála egy Sábez vagy egy Pesach, és a másik településen beszélünk Ági néniről, hogy nézett ki nála a Rosason vagy a Jom Kippuri bőt. Azt jelenti, mert nem csak számokra emlékezünk, hanem emberekre. Ugye pont ez volt, ami a Yad Vashemnek részben, Yad Vashemnek az akció, ami még mindig folyik, hogy próbálj, ne csak 6 millió zsidó volt, próbáljuk őket megnevezni, hogy nevekkel legalább, ha nem tudunk mindenkiről mindent elmondani, legalább névvel legyen megemlékezve, hogy ez is ez az ember volt, és az igazság az még mindig, már elég szépen, azt hiszem 4 millió névnél tartanak, vagy lehet 5, nem tudom, tehát még akkor is, ha csak 3, szerintem 50%-ot sikerült megnevezni, az már is egy nagyon egy nagy dolog, pláne ha egy ilyen megemlékezésnél beszéljünk, hogy éltek, és milyen volt ez az élet, mi volt az, ami fontos volt neki, mi az, ami mi tudunk tovább vinni. Ez számomra azért is érdekes, mert hogy milyen is volt nem 80, hanem 90 évvel ezelőtt az élet, amikor még nyugalomban élettek ott az emberek. Relatíve természetesen, hogy annak a közösségnek tagja volt Józsi bácsi, aki hogy így meg amúgy ülte meg a sábatot, vagy a sábeszt, de tagja volt a bankár úr is, aki már egy szekulárisabb életet élt, zsidó volt, de már nem járt zsinagógába, stb. Tehát ezt az egész, már bocsánat a kifejezés, a halmaz volt az, amit eltüntetett a történelem és a holokauszt, és mindenkire kell emlékezni. És ezért nehéz ezeket a megemlékezéseket nyilvánvalóan
egy vallási vezető tartja, és nehéz tehát neki nehéz nyilvánvaló azokról is kell, azokról is beszélni, akik nem jártak annak idején már a sinagógába, de kell róluk beszélni. Róluk is kell beszélni. Csak nem egyszerű belefűzni egy jó beszédbe az ő történetüket. Miért? Minden emberről tudunk szép és fontos tanításokat elmondani, mit adakozó volt, jó szívvel, jó szívű ember volt, mindig segített, valakinek van pénze, segített pénzzel, egy szegényebb ember valamikor többet segített egy jó szóval, kedves volt másokkal. Szóval mindenkiről lehet emlékezni, de egy dolog biztos, hogy ha nem beszélünk senkiről, hanem csak számokról beszélünk, és három településen ugyanaz a szöveg, csak a városnak a neve, és hány embert hurcoltak el, hány zsidót hurcoltak el, az egy kicsit kevés. Azt is szoktam mondani mindig, hogy az öreg zsidók, akik oda mennek, vigyenek magukkal a gyerekeiket is. Ne legyen az, hogy az első nemzedék fontosnak tartja megjelenni ott, és a többiek nem. De az igazság az, van egy másik fontos pont is, ami mindig szoktam beszélni erről, amikor itt még emlékezésről van szó, holokausztról, hogy én úgy nőttem fel, hogy a holokauszt után rögtön másnap, vagy aznap rögtön visszamentek a vallási élethez. A holokauszt alatt értelem szerint nehéz volt kósert enni, mert nem volt mit enni. Még nem kóser ételből is kevés volt. Szóval én olyan környéken nőttem fel, mindenki holokauszt túl, a magyar holokauszt túlélő, és rögtön másnap vissza a valláshoz, a tanuláshoz, a zsinagógához. A nagymamám szabaduláskor itt apám hamis papíron bújkált neki a szülei, a házban, az üvegházban. Igen. Az üvegházban, Vadász utcában. Találkoztak rögtön, azt mondják ki, Martha, mondja a nagymamám, tessék, hoztam neked tfilid, eltettem a tfilid, mert tudom, hogy nem volt. Ez 5 perccel szabadulás után azt mondja, tessék, itt a tfilid. Nálunk szerint azon a környéken ez teljesen természetes volt vissza a vallást tovább folytatni, annál a ponttal, ahol abba hagytak. Szóval nem volt mese, ez is egy fontos dolog. Vannak mások, nekik természetes, a holokauszt után nincs Isten és nincs vallás. Én teljesen más nevelést kaptam, mert mást láttam a szüleimnél. De mindesetre azt azért szögezzük le, hogy azért érdemes a túlélőket követő második generáció, a mi generációnk, ugye ezt én is elmondhatom, nehezebben mozdul egy ilyen megemlékezésre, megy el. Ezt általánosságban véve merem mondani, de esetleg a minket követő, a mi gyerekeink, unokáink már talán jobban megmozdulgathatóak, és ők azok, akik ugye az igazi emlékezést jelentik, hogy tudjuk, hogy mégse sikerült, hiszen itt vannak. Itt vannak az utódok, itt van Izrael népe még mindig él. Ez is egyébként egy dolog, amit állandóan láttam, hogy bármilyen öröm esemény volt, akkor nagyon sokan, nem csak a szívükben, el is mondtak. Láttad? Túléltem. 20, 30, 50, 60 évvel a holokauszt után én egyszer voltam a nővéremnek, az unokájának volt a Brisse, és én még a déd nagypapa még élt, Szlovákiából jött át ide Magyarország, ő is a Vadász utcában került be, és akkor ez már 60 év, vagy lassan 70 év volt a holokauszt után, no, szép esemény, egy új Brist, 80 nappal belépte Ábrahám. No, de egy nagypapa mond egy kis tórai gondolat, és hova vezet? Tessék, túléltünk.
Ki gondolt volna, hogy még ezt is megfogom én? Azt jelenti, 70 évvel a holokauszt után... Értem. Ő még minden nap ünnepelte azt, hogy tessék, Isten látott, hál' Istennek, neked ad a köszönetet, túlélte. Szervez mondjuk a magyarországi haszit közösség valamilyen megemlékezést? Egyet, vagy többet? Én misna tanulással, talmudi misna tanulással emlékezek meg róluk. Nálam, én emlékszem, a nagyapám, ő szokott mondani kádis, és emlékszem, egyszer, mikor elmondta a kádis reggelim után, azt mondta, ha jól emlékszem, 36 rokonom után, anyukám, testvéreim, most mondtam a kádis, 36 rokonom után. Szóval ez félelmetes szám. Értettem. És ilyenkor miről érdemes tanulni? Bármiről, vagy célirányosan tanulunk? Nem, vannak általában talmudi misnak, azt jarcait, korhalázási évfordulókor, vagy jász évben tanulunk. Ugyan az a szó, hogy misna, ugyanezeket a betűket más sorrendben, ne sem a lélek. Igen. Ugyan elhunyt emberért a lelke az, ami megmarad, a test az tényleg meghal és megszűnik. Vannak szokások, hogy ezen belül, ha lehet, akkor a mikve, a rituális fürdőnek, a traktatusnak a 6. vagy 7. fejezet szoktak átvenni. Vannak ilyen, ugyan, mert a mikve, az a rituális fürdő, a tisztaság, a megtisztulás Isten előtt valahogy ez kapcsolódik, ez jobban. De mondom, általában, igazság az mondom, minden tórai tanulás, mondom, ezen belül a talmudi misnák, és ha ezen belül még lehet rámutatni különleges misnákra, ami még fontosabb. Azt tudom mondani, hogy szinte lehet javasolni is a nézőknek, hogy akár tanulással, akár valamilyen más módon, kaddismondással muszáj emlékezni, és emlékeztetni a minket követőket arra, hogy mi minden történt, és utána, amikor az ember ezen túlul, akkor jól esik, esnyen jól körülnézni a saját utódain, és azt mondani, hogy igen. Hát most nem tudok szebb kifejezés, azt mondani, győztünk. Győztünk, igen ám, de mondod, az, amikor azt mondjuk, hogy emlékezni, azt jelenti, természetesen azt jelenti, tovább adni azt, igen, a vallási életet, azt a zsidó életet, amit kaptunk. Mert ha csak a borzalmakra emlékezünk, és nem a tartalomra, hogy kik voltunk mi, akkor egy kicsit hiányos. Hát ezekkel sokat tanul, hogy tudjuk, hogy kik is voltunk mi. Szerintem jövő héten innen folytassuk. Sok mindenről fogunk tudni még beszélgetni jövő héten is. Akkor is lesz érdekes témánk, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Shabbat shalom, gut Shabbos. Gut Shabbos kívánok mindenkinek. Köszönöm a lehetőséget. A Mazsuk elnök, a büszke magyar izraeli zsidó. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Mit szól a legfrissebb hírhez, hogy a zsidó állam repülőgépipari művek megállapodott a izraeli honvédség és a német honvédség olyan rakéták szállításába 4 milliárd euróért, amely az Iránból, illetve az Oroszországból leselkedő rakétákat meg tudja semmisíteni kilövésük után. Mert úgy gondolom, önmagában véve... A zsidó állam katonája, a zsidó állam dolgozó Kelet-Közép-Európából elmenekült emberei tudományával létrehoznak egy olyan védelmi rakétát, amely meg tudja menteni 2023-ban, 2024-ben, 2025-ben, amikor megtámadnák őket
atomtöltetű vagy egyéb rakétákkal. Nem értem, mi a problémával. Nem, a büszkeség. A meggyilkolt testvéreik emléke. Hát ez azért ezen egy kicsit túlmutat, úgy gondolom, hogy azt mondjuk, hogy elönt a büszkeség ebben a tekintetben. Az minden esetre üdvözlendő, hogy ha már üdvözölni lehet fegyvereket, hogy izraeli fegyverek, akik félreértés ne essék, nem csak Németországot, hanem Európát is védeni fogják alapvetően. Persze, hát ugye köztudott, hogy a világ egyik legfejlettebb technológiái, ugye Izrael által kerülnek kifejeztésre és legyártásra. És akkor nézzük, hogy a heti szakaszunk a SLA mivel foglalkozik. Ha már foglalkoztunk itt a védelemmel, mert ugye háború van a szomszédságunkban, amit nem tudni, hogy mikor és hogy végződik, és mi minden tévedésből röpülhet felénk, akkor nézzük, hogy ahhoz, hogy mi ezt az egészet túléljük, kell az örökkévaló is. Mit üzen nekünk a Tajre heti szakasza? De ugye a mondattal probléma volt, mert ugye azt mondtad, hogy az örökkévaló is. Nem. Tehát az ist ugye le kell csapni a történetből, hiszen mindahhoz, ami történik, az örökkévaló kell. Minden, ami mellette van, ugye mivel minden az örökkévaló alkotása, az örökkévaló teremtés, azért nincs is, mert ugye minden az örökkévaló. Hogy egy kis zsidó filozófiát vigyünk bele a történetbe. De ugye a heti szakasz ugye egy nagyon híres és nagyon kedvelt heti szakasz, ugye Parashata Meraglim, ugye a kémek heti szakasza gyakorlatilag, akkor ami ugye egy nagyon sorsszerű heti szakasz, hiszen ha nem történik az, ami történik a heti szakaszban, akkor egészen máshogy fordult volna a zsidó népnek a történelme, hiszen az történik, hogy ugye Mózes követeket küld az országba, és már maga a küldés tekintetében ugye vita alakul ki, aztán később a bölcsek között, hogy ugye örökkévaló utasítása volt, nem volt az örökkévaló utasítás. Ugye tudjuk, hogy az örökkévaló nem utasította Mózest erre a cselekedetre, de Mózes úgy döntött, hogy ez a helyes dolog elő kikémlelni az országot, és valóban ugye követeket küld minden törzsből ugye egy-egy embert, hogy kémleljék ki az országot, és amikor ezek a kémek visszatérnek, ugye két embert kivéve, nagyon negatív képet festenek az országról, ugye óriások vannak, fenyegetés várja őket, stb. Két ember az, aki pozitívan nyilatkozik meg, Joshua bin Nun és Caleb ben Jefune, akik ugye azt mondják, hogy ugye Eretz Iszraellel, ugye a Szentfölddel semmi baj nincsen. És ugye ezt követően természetesen megtörténik az ítélet, hiszen a nép aggályoskodik, a nép fölháborodik, stb. Ugye, mint hogy a elmúlt heti szakaszban is látjuk, ugye a nép nagyon szeret hőbörögni. Ugye elmúlt heti szakaszban is ugye fölrázzon a nép, hogy a manna miatt, hogy ugye nem akarunk már, mi ez a manna, nem akarunk már több mannát enni, és ugye erre azt mondja az örökkévaló, hogy semmi baj, 30 napig annyi húst küldök nektek, hogy soha nem fogjátok megunni, és ugye 30 napig ugye a fűrjek ugye gyakorlatilag megszállják a zsidóknak a táborát. Ugye ebben az esetben is ugye lázad a nép, és ugye a következmény megvan, hiszen az örökkévaló azt mondja, hogy ugye 40 év, ugye elindul tulajdonképpen a vándorlás a sivatagban a dolog miatt, és nem mellesleg ugye Mózes
sorsa is nem túl jóra fordul, hiszen ennek a cselekedetnek egyik következménye az, hogy nem Móz és nem léphet be a Szentföldre gyakorlatilag, és meg kell halnia, mielőtt a nép a Szentföldre belép. Na de amikor megjönnek a meraglim, akkor ez a kettő a vállán cipel hatalmas szőlőfürtöket, amivel jelzik, hogy ez az ország talán lesz Kánaán, hogy itt minden jól megterem. Hogyne, de mindenek ellenére ugye a többség azt mondja, hogy nem, hát ezt látunk, azt látunk, amaszt látunk, nem megfelelő az ország arra, hogy ezt megszálljuk, hogy az örökkévaló. Ugye azért fejezi ki, vagy méltatlankodik emiatt, mert azt mondja, hogy az az ország, amit én kijelölök számotokra, nem megfelelő. Gyuri, nem fogod szeretni, amit most kérdezek, de muszáj, mert az előbb kijavítottál, és sajnos éppen igazad van, utálom, ha másnak van igaza, de igazad volt, hogy az is töröljük. Az örökkévaló miért engedi ezt az iszonyú testvérháborút, ami zajlik ma a zsidó állam földjén? Hogy összecsiszolódjanak? Vagy hogy jobban betartsák az ő utasításait? Miért? Hát ugye nyilván ott van a szabad választásnak a joga. Ugye mindenki, amikor útkeresztül... De ez már nem demokrácia, ez már nem anarchia. De örökkévaló nem politikus alapvetően. Tehát ugye, ez igaz. Az, hogy mi történik Izraelben, az sajnos önmagában véve egy borzasztóan szomorú tény és szomorú dolog, hiszen nagyon hasonlít a helyzet bizonyos olyan történeti eseményekre, amelyek miatt a szentét lerombolták ugye annak idején. Erről próbálok. Tehát ugye az a szinát kínám, ugye a testvérgyűlölet, ami tulajdonképpen ma Izraelben folyik, az első szentének a végét jelentette. Mindazzal együtt az összekovácsolása összekovácsolódásról semmiképpen nem lehet alapvetően beszélni, hiszen egyes társadalmi csoportok és egyes társadalmi rétegek csak távolodnak és távolodnak egymástól, a szakadék csak nő és nő közöttük. De voltak évek, amikor ez másképp volt, és hát sokkal másabb soha nem volt. Társadalmi konfliktus mindig volt Izraelben. Hát ha talán ekkora nem, de ne felejtsük el ugye a 90-es évek derekát, ugye a rabin gyilkosság előtti időszakot, ahol jelentős konfliktus volt. Ne felejtsük el a 80-as éveket, ahol ugye a Szefárd-Askenáz ellentét a egekbe emelkedett, ugye ott voltak a Pantelimas Horim, ugye a fekete párducok, akik egy zsidó ellenállási, mozgalom a zsidókon belül egy másik zsidó csoport ellen, ugye az Askenaz-Szefárd konfliktus véget. Tehát ugye nem tudsz olyan évtizedet mondani, sajnos Izraelnek az elmúlt 75 évében, ahol valamilyen társadalmi konfliktus ne tombolt volna. Természetesen ez érthető, hiszen egy 75 éve létező országról beszélünk, ahol 104-hány országból érkező zsidóknak kell összekovácsolódniuk, egyforma identitást kialakítaniuk, egyforma kultúrát létrehozniuk. És természetes, hogy a feszültségek borzasztó nagyok. Nézd meg a több száz éve, vagy ezer egy néhány éve létező nemzeteket. Hol a mai napig nemzeti konfliktusok vannak népcsoportok között, stb. Ez mind rendben van, de én azt hittem, hogy mi a kiválasztott nép sarjai vagyunk, és a kiválasztott népnek kiválasztott módon kéne viselkedjen. A könyv népének, aminek van miből tanulnia, valami rá kell ragadjon, akkor is, ha nem minden nap jár templomba. És ha előtte van, hogy két szentély már miattunk elpusztult, akkor hogy a fenével lesz ebből a harmadik szentély? Hát ugye, mint ahogy messiási időket élünk, ugye a messiási időknek a jelei itt vannak előbb-utóbb. Jó van, Gyuri, de én 71 éves vagyok, és de Péter, szóval lehet, én erről nem maradok. Lehet, hogy ki mond, hát miért, 71 éves vagy, következésképpen még van
mennyi? 49 éved hátra ugye a 120-ig. Ugye 49 év alatt ugye még rengeteg minden történhet, arról is beszélve, hogy holnap reggel arra ébredhetsz föl, hogy ugye mennek a charterjáratok Jeruzsálembe, mert a zsidók térnek vissza, mert megépült a harmadik szentély. Sekakije, mikor kezdődik az istentisztelet? 7:30. Miről fogsz beszélni? Már melyik istentiszteletről beszélsz, mert nem sokára a péntekiről. Mert 2 perc múlva kezdődik ugye a reggeli ima a vasfaliban. De alapvetően pénteken 7:30 kezdődik az ima. És az ima előtt beszélni, oktatni fogsz? Igen, 6:30. És közkívánatra azt ígértem nézőinknek, hogy elmondom, hogy mikor lesz a lecsóparti. Ma 5783 Sziván havának 26. napja van, és azt írta az újság, hogy minden rossz hódeskor Kvodaráv lecsópartit rendez. Bízom benne, hogy a jövő héten ez megrendezésre kerül, a lecsóparti. Hát is kákladiálni. Persze. Sabbat shalom. Sabbat shalom, good Shabbos mindenkinek. Kérném Tomi Véget a színpadra. A következő haszid dallam a vörös tengeren való átkelésről szól, mikor az örökkévaló megnyitotta a tengert a pusztában, megnyitotta Izrael fiai előtt a tengert, és száraz lábbal keltek át, és a vizek megálltak két oldalt, és vonultak férfiak, asszonyok, gyermekek, nagymamák és nagypapák. Hogy erről szól a következő dallam, hallgassák sok szeretettel.
Domi Víg.
Lapcsi Lakatos Béla. Tomi Vig. Nagyon köszönjük!